energia a változtatásra való képességet jelenti, a fizikában a testek pillanatnyi állapotát leíró mennyiség állapotjelző. Az ógörökben isteni tettet, vagy bűvös cselekedetet, Arisztotelész szóhasználatában ténykedést, műveletet jelentett, míg Diodoros, Szikulosz egy gép erejeként értelmezte. Az emberi izom teljesítménye egy munkaóra alatt, mint egy 80-100 watt, egy watt az a teljesítmény, amelyet egy zsúly munkával egy másodperc alatt lehet előállítani. Ez az átlagos napi teljesítmény, amelyet egyenletesen képes leadni. Egy rövid időre, néhány perc, a teljesítményét 1000 wattra tudja emelni. Egy órányi igénybevételnél már 300 wattnál többre nem alkalmas. Amíg az ember a saját izomerejét használta a munkavégzéshez, addig ennek fedezéséhez szükséges napi tápanyag felvételre van szükség. Ezt nevezzük endoszomatikus energiaigénynek. Az ember azonban a történelme során a biológiai alkalmazkodás részben lecserélte az úgynevezett kulturális alkalmazkodásra, és megnyitotta az úgynevezett szociokulturális evolúció útját. Ahogy rájött arra, hogy a tűz melegít, védelmet nyújt, segít az ételkészítésben, úgy lett egyre kevésbé szüksége arra, hogy biológiai úton keressen védelmet a hideg ellen. Ebben támogatta a meledék, a lakás, majd a ruhák készítése is. Eleinte erejét úgy sokszorozta meg, hogy állatokat fogadott szolgálatába, majd a fában lévő energia kihasználása után rájött a szénben, olajban, gázban és más energiahordozókban rejlő lehetőségekre. Egyre bonyolultabb szerkezetekkel, gépekkel vette magát körül, amelynek a fejlesztése és fenntartása állandóan növekvő energiamennyiséget igényelt. Ennek a külső szerkezetnek a működéséhez szükséges energiát nevezzük egzoszomatikus energiaigénynek. Az úgynevezett humán ekvivalencia faktor nagyon jól szemlélteti, hogyan aránylik az ember izom teljesítménye a külső energiahordozókban rejlő lehetőségekhez. Egy gyufaszár elégetésekor keletkező hőben annyi energia van, ami elég egy 80 kg-os zsák 2,5 méter magasra emeléséhez. Egy kg szén elégetésekor pedig annyi energia keletkezik, mint amennyi megfelel 20 munkás egynapi munkavégzésének. Ha viszont valaki egy hordó olajban lévő energiát például pedálozással kívánna előállítani egy dinamó segítségével, akkor 8,6 évig pedálozhatna napi 8 órát. Egy 100 wattos izzónak ez a bizonyos humán ekvivalencia faktora 1,25. Egy ökör 375 embernek a teljesítményét tudja helyettesíteni. Egy ló 9, több mint 9, humán ekvivalencia faktorral rendelkezik. Egy 1200 wattos vasaló 15 emberrel egyenértékű. Egy kis autó pedig, egy ilyen 1200 köbcentés kis autó 750 embert tud helyettesíteni. Fuller, amerikai mérnök és feltaláló, nagyon szemléletesen mutatta be, a humán ekvivalencia faktort még 1944-ben, amikor megalkotta az erőforrás rabszolga kifejezést. Az elképzelés alapján azt is kiszámíthatjuk, hogy egy adott ország egy átlagos fogyasztójának az energiaigényét hány rapszolga tudná kielégíteni. Magyarország 2010-ben 10 millió embernek adott otthont, és együttesen ez a 10 millió ember 1085 petaszúl energiát használt fel. Egy magyar ember naponta 82,5 kWh órát fogyaszt, fűtés, közlekedés, élelmezés, és itt tovább igénybevételével. Amennyiben egy átlagos ember egy nap alatt 1 kWh munkát képes elvégezni, úgy 82,5 energia rabszolgára lenne szüksége egy átlag magyar fogyasztónak, hogy mindezt fedezni tudja. Következő táblázat az egyfőre jutó energiafogyasztást mutatja a Föld különböző országaiba. Ugye Magyarországon azt mondtuk, hogy 82,5 energia rabszolga lenne szükséges, ugyanezt Kanadában már 350 energia rabszolgát testesítene meg. Mondhatnánk, hogy ennyire, ennyiben fejlettebbek a kanadaiak. Az USA-ban 272 energia rabszolgára lenne szükség, de ugye a másik végén is szétnézünk ennek a táblázatnak, Afrikába csak 13-ra, és legkevesebbre pedig Indiába, vagy csak 11-re. Kétségkívül a fosszilis energiaforrások mozgósítása juttatta el az emberiséget a technikai fejlettségnek jelenlegi szintjére, ugyanakkor nehezen vagy egyáltalán nem megoldható feladatok elé is állította. A létrejött problémák elválaszthatatlanok egymástól, de talán mindegyik gyökere az a növekedési kényszer, ami a népesség növekedéséből fakad. A népesség növekedését éppen a technikai képességek növekedése mozgatja, így két egymás erősítő vezérlő folyamat fogságában vagyunk. A feneketlen energiagényt az ipari forradalom szabadította fel, és azóta az emberiség, mint gomba a táptalajon burjánzik a végtelennek érzékelt foszilis energiahordozókon. Zébel 2001-ben készítette el ezt az ábráját, amelyik azt mutatja, hogy addig, amíg az ember úgynevezett csak a, a körülötte lévő természet anyagait, tehát magát, a biomaszát vette alapul, addig nem nőtt nagyobbra az emberi népesség, és ugye ez az 1700-as évek elejére tehető, még nem ért el az 1 milliárd főt. Tehát amikor az emberiség az 1700-as évektől elkezdte használni a szenet, akkor viszont már a népessége 3 milliárd főre tudott emelkedni, ehhez járult hozzá a kőolaj populáció, ami viszont már elérte a 6 milliárd főt, és ugye a további növekmény pedig ezek szerint az úgynevezett földgáz populáció, és természetesen még nem tudjuk, hogy hol van ennek a vége. A foszilis energiahordozók azonban nem állnak rendelkezésre végtelen mennyiségben, sokkal gyorsabban fogyatkoznak, mint amilyen ütemben megújulnak. A növekedés a fokozó igények kapcsán, Ma már alig vitatható, hogy elértük az olajkitermelés csúcsát, ahogyan azt King Hubert, amerikai geológus megjósolta. A hagyományos nyersolaj kitermelése gyakorlatilag már tetőzött, és még 2-3 évig tartható a jelenlegi kitermelési szint. Prognózisok szerint a kitermelés 2015-től évente nagyobb ütembe csökken majd, mint 4%. A jelenlegi napi 81 millió hordó, 2030-ra, azaz mindössze 20 év alatt 63%-ot fog csökkenni. Körülbelül 750 ezer milliárd hordónyi olaj van még a geológiai raktárakban, ám ennek jelentős része ott is marad. Tudnék kitermelni, csak addig érdemes, ami kevesebb energiát kell befektetni a kitermelésbe, mint amennyit utána kapunk. Ez az ábra a kilátásainkat mutatja, egyrészt a csökkenő olajhozamokat, másrészt viszont a becsült, várható igényeket. A kettő között egy nagy, egyre növekvő szakadék terjeng, és a kérdés, hogy ezt a növekvő szakadék energiigényét honnan fogjuk pótolni a jövőben. A fogyatkozás oka az emberiség növekvő energiaisége. Ez az ábra azt szemlélteti, hogy 1973 óta 2009-ig a Energia éségünk megduplázódott. Ha a különböző energiakínálatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy ez alatt az idő alatt a szén kitermelése 219, a nyersolaj 142, a gáz 259, a nukleáris 131, a vízi 253, a biomassa 191, még más energiaféleségek 170%-kal növekedtek. A növekvő energiafelhasználás nem csak a természeti erőforrások kimerülésével, hanem a környezet elszennyezésével és állapotának megváltozásával is jár. Egy ilyen sokat vitatott hatás az éghajlatváltozás, ahol is a vitatárgya, hogy az emberi tevékenységek következtében kibocsátott üvegházgázok milyen mértékben járulnak hozzá a föld felszínének felmelegedéséhez. Sokan ezt a tudományos bizonytalanságot, amely mindig is fenn fog állni, az egyébként szükséges cselekvés halogatására használják fel. Ha oka, hanem a fokozott üvegházhatású kibocsátás az éghajlatváltozásnak mindkét esetben indokolt visszafogni a környezet terhelését, hiszen az ember saját létfeltételeit éli fel. A modern gondolkodásban olyan esetekben, amikor nincs teljes tudományos bizonyosság egy-egy jelenség okára, az elővigyázatosság elvét kell követni, Azaz nem szabad halogatni a cselekvést a teljes bizonyosságig. Erről, mármint a közös cselekvésről, szó sincs. A gazdasági válság elmúltával, 2010-ben 5,7%-kal nőtt a világ energiafelhasználása, és 6%-kal a széndiokszid kibocsátás. A növekedésnek pedig nem akar vége szakadni, ezért az emberiségnek újabb energiahordozók után kell néznie. Így kezdődött el a megújuló energiahordozók kora, és ezek közül pedig a biomassa elégetése új reneszánszát éli. A kérdés, honnan vehetünk el még energiát, amelyet meglévő berendezéseinkbe felhasználhatunk. Mivel környezetünkben a legegyszerűbben elégethető anyag a biomassa, ezért az ember fokozott mennyiségben használja fel az energiát nyerés céljára. Csak hogy a biomassa az élet alapja, és ha elégetjük, az élet alapját rövidítetjük meg, veszélyeztetve az élet újratermelését. Ezt mutatja a következő két ábra, amely az energia áramlás mutatja a táplálékhálóban, és azt, hogyha az elsődleges termelőket megkurtítjuk, akkor az ezekre ráépülő, a táplálékpiramisban élő, működő szervezeteknek a mennyisége csökkenni fog, tehát azzal, hogy elégetjük a biomasszát az élet alapjait égetjük el. Van-e kiút ebből a helyzetből? A mai energiapolitika keresi a korlátlanul rendelkezésre álló tiszta energiát, és jelenleg ott tart, hogyan lehetne a nem megújuló forrásokat megújulókkal helyettesíteni. Miközben a keresiak helyettesítő forrásokat, Igyekszik növelni az alacsony energiahatékonyságot, mind az energiatermelésben, mind a végfelhasználóknál. Ma fenntartható energiapolitikának a hatékonyság növelését és a megújulókkal történő helyettesítést tekintik. A fenntarthatóság kérdése azonban nem a hogyan, hanem a miért. Miért állítunk elő annyi energiát, amennyit? Mire kell ez nekünk? Föltétlenül szükségünk van erre? Tudnánk esetleg ennél kevesebb, jobb, más minőségű életet élni? Érdemes arra emlékeztetni, hogy a jelenlegi teljesítmények segítségével az emberiség kisajátította a fotoszintézis termékének a felét, és hihetetlen mértékben rontotta le a körülötte lévő természetes ökoszisztémákat. Mi lenne, ha a korlátlan tiszta energia a felelőtlen ember kezébe jutna. Ne is reménykedjünk, a teljes energiafelhasználás csökkentésének nincs alternatívája. És emlékezzünk Prometheus történetére, gyufa gyerek kezében nem való.